Jazz Panoráma. Rádió Dix 100.3. Most a hírek után a Jazz Panoráma második részében a Kanadában élő kiváló dobossal Butos Ferenccel hallatnak beszélgetést. Most az első szám, amit lejátszom önöknek, testvére Butos Robert szerzeménye, Place to Place a címe, a felvételen Butos Robert zongorázik, Butos Ferenc dobol és Darvas Attila bőgőzik.
A Kanadában élő kiváló dobosa, Botos Ferenccel beszélgetek. Mikor is költöztél át Kanadába? 98-ban jöttem ki Torontóba, és azóta itt vagyok. És úgy tudom, hogy itt a zenész családból származol, és a testvéreid is kiváló muzsikusok, hogy a testvéreiddel együtt mentetek talán ki? Ja, hát a Robi, tudod, a Botos Robi van itt, meg a Botos Józsi, a gitáros, biztos ismered. Persze. Robi a kiváló zongorista. Így van. Egész kis gyerekkorából úgy játszott jazzt, hogy ez valami eszméletlen volt. Ugye te tulajdonképpen, amíg itthon éltél, és tulajdonképpen ez vonatkozik a testvéreidre is, te benne voltál a zenei élet krémjébe itt Magyarországon is, és hát tudom, hogy kint is nagyon jól alakultak a dolgok, hiszen a Facebookon látom mindig a megosztásokat, hogy milyen sokat játszol, és milyen klassz helyeken, és milyen jó zenészekkel. Először azt szeretnélek kérni, hogy arról mesélj egy picit, hogy hogyan jött ez az elhatározás, hogy elköltözöttek Kanadába, és hogyan zajlott ez le, hogyan sikerült ezt meglépni? Hát, hogy mondjam neked, egy ilyen hirtelen felindulásból való döntés volt ez annak idején, ugye, azt hiszem 28 éves voltam. Hát, tudod, három gyerek, család, és az akkori helyzet, tudod, nagyon-nagyon, az én szemeim előtt legalábbis, tudod, nagyon nem jó nézett ki, nem zeneileg, hanem úgy maga az országnak a akkori állapota vagy jövőjét. Én nem láttam sok mindent magamnak ott, aztán úgy döntöttem, hogy nem nagyon van időm nekem erre, meg energiám, hogy ezekbe a dolgokba esetleg majd változás jöjjön. A gyerekeimnek az életét néztem. Igazából nem zenei ok miatt jöttem el onnan, mert Magyarországon olyan zenei élet van, meg olyan zenészek vannak, ami nagyon-nagyon kevés és ritka. Az olyan zenészek, akikkel én otthon játszottam, beleértve a Szakcsi, Lakatos Béla, az ő fiai, a Robi, a Béci, a Olák Kámán, a Barca Horváth Józsi, meg hát sorolhatnám sorba, tudod, hogy végül is abban a kisvárosban annyi zenész van, meg olyanok, hogy tényleg ritkaság az egész világon találni ilyen embereket, akikkel az ember együtt tud így muzsikálni, mint ahogy velük lehet. De sajnos, hát akkor abban a helyzetben, abban az időben én úgy láttam, hogy lépnem kell innen, mert valahogy nem láttam magam előtt semmit. És hát eldöntöttük, hogy elmegyünk, aztán eladtam mindenemet, és repülőre ültünk, és elrepültünk Kanadába. És ott hogyan sikerült beilleszkedni az ottani zene életbe, vagy egyáltalán megtalálni a helyeteket? Hát figyelj, mondhatom azt, hogy beilleszkedni a zenei világba nem volt nehéz. Mert amikor kijöttünk, nagyon-nagyon nyitottak voltak a zenészek arra, hogy segítsenek, meg hogy elvigyenek minket játszani, meg... Tehát a zenészek mindenütt zenészek, tudod? Tehát persze. Van egy ilyen, tudod, hát te is tudod ezt, hogy akárhova mész, a zenészek azok zenészek, és úgy is állnak egymáshoz. És hát rögtön belecsöppentem olyanokba, hogy az itteni, úgy mondta, ahogy mondtad, hogy a krém, a zenészeknek az a krémje ugyanúgy elvitt. Egy pár hónap után alig beszéltem, úgy nagyon keveset beszéltem angolul, de hát úgy zeneileg bele tudtam csöppenni rögtön a dolgokba. És hát az, hogy itt volt a Robival együtt voltunk itt, az egy óriási segítség volt. Úgy gondolom, nekem biztos, meg hát gondolom neki is, hogy le tudtunk ülni együtt muzsikálni, meg be tudtunk szállni együtt ilyen jam sessionökre. Nem beszélve arról, hogy itt vannak a nagyszerű zenészek, mint a Darvas Attila. És nem tudom, hogy ő rá emlékszel-e. Hogyne, persze. Hát egy nagyon profi zenész, tudod, a Horváth Robert, ő egy zongoraművész, és ő is nagyon jól játszik jazzt. Ővelük így valahogy volt egy ilyen kis családi légkör itt nekünk, amit ki tudtunk mindannyian szerintem használni arra, hogy meg tudjunk itt maradni, és zeneileg tudjunk előre haladni. Ki volt az az első, vagy kik voltak azok az első zenészek, akik fontos lépcsőfokot jelentettek abban, hogy el tudjátok kezdeni, vagy el tudjatok a testvéreddel kezdeni
muzsikálni, és beilleszkedjetek a zenei életbe? Voltak-e ilyen fontos emberek? Persze, persze. Hát, hogy mondjam neked, ez mind a kettőnknek valahogy egy kicsit más, gondolom, a sorrendek, de a neveket, amiket tudok említeni, azok ilyen itteni olyan zenészek, akik tudod, ilyen kanadai legendák, meg nagy nevek, tudod, ugyanúgy, mint ott vannak a nagy nevek, akiket úgy ismerünk. És hát először van a Field Wire, az elvitt minket játszani, és hát ő volt az első, aki úgy elhívott egy ilyen, itt volt akkor az a kanadai, ez a TD Jazz Festival, és akkor a Paul Novotny, meg a Field Wire az rengeteget segített, akkor volt egy fiatal zongorista, David Braid, ő a Robinak rengeteget segített, ami elég furcsa volt, mert ő is zongorista. Igen, ez egy nagyon szép dolog. Zongoristának segít. Igen. És hát akkor ez nagyon-nagyon nagy segítség volt, amikor itt voltunk az elején. Meg hát mindenki, aki tudod, a Mike Marley, aki itt van, egy nagyszerű szaxofonos, ő tanít a York University-n itt. Ő nagyon segítőkész volt. A Bernie Sinensky, aki ugyanúgy tanít a Hamburg College-on, meg a York University-n, és hát ezek az emberek ugye szárnyai alá vettek minket, tudod, és hát akkor nem nagyon tudtuk, hogy mekkora dolgot csinálnak, meg hogy segítenek nekünk, de hát ez egy ilyen kanadai mentalitás szerintem. Most a Footprints című Wayne Shorter szerzeményt hallhatják Botos Ferenc, Botos Róbert és Darvas Attila előadásában.
A mai Jazz Panorama második részében a Kanadában élő kiváló dobossal, Botos Ferenccel beszélgetek. Torontót hogy képzeljük el, ott milyen jazz élet van? Hát figyelj, ezt nem én mondom, hanem akik úgy, tudod így a New Yorkiak, meg a Los Angeles, meg a, tudod úgy New York, meg LA után azt mondják, hogy itthon a legnagyobb szín a jazzbe. Az, hogy mondjam, nagyon different, nagyon különbözik Európától olyan értelemben, hogy a tradíciója a jazznek itt az Oscar Peterson miatt, meg a Don Thompson, a Don Thompson is, ő is van az első lemezen, a Botos Brothers lemezen, amit a Robival csináltunk, meg a Darvas Attilával, és nagyon nagy tradíciója van tehát ez a bebop világ itt nagyon-nagyon, tehát az a main, az a fő vonal itt. Tehát mindenki azt játsza végül is. Fúzió, meg ez a modern európai jazz, az nem nagyon létezik itt Torontóba. Viszont Montrealba, ami sokkal európaisabb, mint Torontó, maga a város, meg a kultúra, meg az emberek, ott viszont nagyon nagy múltja van ennek a free jazz, meg a klasszika zene, tudod, ezek úgy ott megvan mennek, ja. Ugye a jazznek a dob az a motorja tulajdonképpen. John Scofield azt mondta, hogy minden jazzzenekar annyit ér, amennyit a dobosa, tehát egy olyan hangszeren játszol, amire épül tulajdonképpen aztán az egész zenekar. Volt valami, amin változtatnod kellett, vagy amit úgy egy picit másképp kellett csinálni, mint itt Magyarországon, hogy ahhoz a zenei felfogáshoz tudjál közelíteni, vagy pontosan ugyanúgy lehetett játszani, mint ahogy innen Magyarországról, amikor elmentél? Hát elmondok neked az első lessonemet, az első leckémet, amit itt kaptam. Pár hónapja voltam itt, és fölhívott a Dave Young, a Oscar Petersonnak a bőgőse volt nagyon sokáig, és hát tudod, hát teljesen, tudod én, ezektől a telefonoktól, mindig csak hogy elég, hogy angolul alig beszéltem, tudod, de akkor jöttem ki, és ez a nagy culture shock, tudod, hogy most mi van itt, mi lesz itt, vagy hogy, tudod, és akkor egy ilyen ember fölhív, hogy menjek át a házába, mert van egy ilyen gospel, de hát nem olyan gospel, amit mi képzelünk el, hanem ilyen régi Donny Hathaway, meg ilyeneket játszottunk. És ahogy átmentem erre a próbára, tudod, az úgy nagyjából lement, és akkor utána azt mondja, oké, akkor nézzük már meg a Horace Silvernek a zenéjét, mert akar csinálni egy olyan zenekart. És ott volt az egész zenekar, egy ilyen 7-8 tagú zenekar. És kivett, ilyen fölnyúlt szekrénybe, levette a kottákat, kirakta mindenkinek, és akkor beszámolt. És akkor néztem, mondom, most viccelnek ezek, vagy most ez egy komolyan csinálják ezt? És hát tudod, akkor döbbentem rá, hogy tudod zenésznek lenni, olyan értelemben, én most akkori magamról beszélek, az, hogy kottát olvasni, meg ilyen szinten lenni benne ebbe, hogy kiraknak valamit, és akkor csak az embernek le kell olvasni, nekem ez akkor abszolút nem állt közel hozzám, tudod, nem is nagyon gyakoroltam. Tudtam persze ilyen alapszinten, meg hát tudod, az ember évek során, ahogy tanult, persze, gyakorolgattam, de az a fajta olvasás, amit ezek az emberek művelnek itt Kanadában, arra csak annyit tudok mondani, hogy feladták a leckét rendesen, és akkor hát persze utána nekiültem, és akkor gyakorlást, tudod, a kottolvasást, meg a ilyen dolgokat, és akkor végül is ebben nagyon nagyot kellett változtatni, mert tudod, az a fajta muzsikálás, hogy ami nekem sokkal jobban tetszik, meg sokkal jobb van érzem magam olyankor, amikor lemész egy klubba, vagy egy, és akkor játszol standardeket, meg amit úgy mondanak a zenészek, hogy csak improvizálsz, meg játszol, az itt nagyon kevés van. Tehát a legtöbb hackneyben úgy van, hogy mindenki hozza a saját zenéjét, és ilyen nagyon rá van mindenki állva arra, hogy kirakják a kottákat, és akkor minimum 7-8 szám a 10-ből az olyan, hogy olvasni kell. És hát ebben nagyon oda kellett magamat tenni, hogy erre odafigyeljek. Meg hát nem beszélve arról, tudod, hogy Toronto az egy nagyon multikulturális
Rengeteg zenész van itt Olaszországból, Kubából, Oroszországból, Ukrajnából. Amit el tudsz képzelni, itt mindenki van. Tehát úgy, mint egy tagember, be tudsz kerülni olyan haknikba, hogy egyik nap bebopot játszol, a másik nap latin jazz-t játszol, a harmadik nap, mit tudom én, tangó zenekarba, bulgár, ilyen klezmer zenekarba, tudod meg, weddingben, tehát ilyen nagyon-nagyon föl kell lenni arra készülve, hogy hát akkor nekem ez mind új volt nagyon, tudod, hogy sok oldalúnak lenni, mint egy dobos, tudod, hogy az ember leül funkot játszani, akkor az tényleg olyan legyen, hogy elhívjanak máskor is, vagy ha leülsz mitten latin zenét játszani, akkor elfogadható legyen egy kubainak, hogy, ahogy dobolsz latint, tudod? Igen. Rengeteget tanultam ezekbe a dolgokba. Hát meg beiratkoztam a Hamburg College-ra, ott tanítottam előtte, és akkor beiratkoztam vissza, hogy elvégezzem az iskolákat. Pontosan ezek miatt. De ez egy érdekes, hogy előbb tanítottál ott, mint ahogy tanultál. Ja, hát ez van. Aztán utána valami volt, megváltoztak itt is a dolgok. Tudod, ilyen behoztak ilyen új szabályokat, és akkor jobbnak láttam, hogyha visszamegyek és elvégzem. Tudod, ugye hosszú távon is nekem jobb így. Most a Davian Quartet Mean What You Say című lemezéről játszom le önöknek két felvételt, elsőként a Minor 101-t, majd ezt követően Seven Mind című kompozíció. A felvételeken Davian bőgőzik, Botos Ferenc dobol, Botos Robert zongorázik és Kevin Turkett trombitál.
A mai Jazz Panorama második részében a Kanadában élő kiváló dobossal, Botos Ferenccel beszélgetek. Ha már itt a tanulásnál tartunk, egy picit menjünk vissza az időbe, hogy ugye hát, hogy említettem, hogy zenész családból származó, és a testvéréd is egészen kiváló muzsikusok. Te hogyan találtad meg a hangszeredet, hogy dobos lettél? Hogyan indult gyerekkorodban? Hát, nem volt nehéz. Ben volt a nappaliba. Tudod, hát a édesapám egy nagyszerű dobos, és nagyon inspirált minket a zenére. És hát voltak otthon ilyen lemezek, meg hát a dob az mindig benn volt a nappaliba, tudod. Az úgy volt, hogy mindig elérhető volt mindannyiunknak, tudod. Meg hát, tehát mindig arra az azért meg volt nagyon benne, hogy a dob, a zongora, a nagybőgő, meg a gitár az úgy benn volt egy ilyen szobába, és akkor oda bárki, bármikor a gyerekek be tudtak menni játszani. Ez egy óriási dolog volt akkor, amit mi ugye akkor nem értékeltünk. Most de természetes volt. Természetes volt nagyon, hogy reggel 4 órakor még jammeltünk, tudod. Én azt hiszem, hogy tudod, igazából a dobot csak azért választottam, mert az volt ott. Az volt az, amelyiket kicsinek először meg tudtam szólaltatni, vagy el tudtam érni. De igazából mindig a zene állt hozzám nagyon közel. Tehát maga az egész az, hogy zene. A dobolás az csak egy része. Hát szeretek nagyon zongorázni. Hosszú évekig basszusgitároztam egy ilyen zenekarba otthon. A dobot csak azért választottam, mert az volt otthon. De ha lett volna mondjuk az, hogy a zongora ugyanúgy az lett volna. Tudod, abban az időben otthon nem nagyon volt az, hogy több hangszeren játszani. Tehát nem divat az, hogy valaki tud zongorázni, akkor mondjuk dobol is. És úgy valahogy úgy éreztem, hogy meg hát elvittek fiatalon játszani dobon, tudod, és ezért minden mást félre raktam, és akkor azt csináltam. És gondolom először apukát kezdett tanítani, aztán komolyabban. Persze, hát ő mindent, tehát amit ő tudott, azt úgy átadta nekem, technikai részét, meg a olyan fontos dolgokról beszélt, amit akkor igazából nem nagyon értettem, tudod, hogy a time, meg a feel, meg ilyenek, és hát ő végül is megalapozta a dobolásomat. Amikor ő készült, tudod, volt otthon régen ilyen kategóriavizsgák. Igen, OSK-ba, igen. Na most ő mikor készült erre az A kategória vizsgájára, én ott ültem mellette végig, ahogy ő gyakorolta ezeket, és végül is megtanultam vele az egészet kisgyereknek. Már nem emlékszek rá, hogy most hogy mennyire ment, de kívülről tudtam azt, amit játszott, és akkor elmentem vele a vizsgájára, és akkor végighallgattam, és tudtam, hogy mindent jól játszott le. Ő meg teljesen megalapozta a dobolásomat. Nagyon jó alapot adott nekem a napu. Van még esetleg olyan tanár, vagy olyan valaki, akire úgy emlékszel vissza, hogy nagyon sokat köszönhetsz neki? Hát nagyon sokat köszönhetek a Kovács Gyula bácsinak. Tanultam tőle egy évig a otthoni jazz tanszakon, akkor azt hiszem az volt a neve, vagy Jazz Konzi. Jazz Konzi, igen. Jártam hozzá egy évig, és rengeteget tanultam tőle. Előtte a Jazz Konzi előtt a Nestor Ivántól tanultam, ő rengeteget tanított engem. Hozzá hosszú évekig jártam, teljesen kinyitotta a szememet a jazz dobolás felé. Olyan kottákat, meg olyan felvételeket adott, amik mai napig itt vannak és gyakorlom. Ez nagyon jó, hát ez nagyon nagy dolog. Nestor Iván, nagyon sokat köszönhetek neki, meg Kovács Gyula bácsinak. Két nagyon érdekes anyagot is küldtél nekem, amikor a zenéket összeállítottuk ez a műsor. Az egyik a testvéred kvintetje. Picit erről a kvintetről légy szíves mesélj, hogy kik vannak ebben a zenekarban. Attila Darvas a bőgős a lemezen, a Robi játszik zongorán, a Botos Robi, és van a Kelly Jefferson, egy fiatal szaxofonos itt Torontóban, aki hát az utóbbi időben nagyon híres lett, és tanít egy pár híres iskolában, meg hát játszott a Christian McBride Big Band-del, meg már volt neki nagyon komoly fellépései, és hát annak idején a Robi felkérésére fogadta el meghívást a lemezre,
A trombitása William Sperendi, aki osz, hogy egy fiatal trombitás srác, aki feljövőbe van, és nagyon itt Kanadában nagyon viszi mindenki, több fellépési lehetőségei voltak híres művészekkel. És még egy lemezt küldtél, mert érdekes, hogy az unokatestvéred, ha jól tudom, Botos József, a nagyszerű gitáros Prelude címmel készített egy albumot, erről ha egy pár szót mondanál. Igen, hát ennek egy nagyon, nagyon speciális nekem ez, mert tehát mikor én eljöttem Magyarországról, a Józsi meg a Dani, Botos Dániel, aki a bőgős a lemezen. Ők édes testvérek, ugye? Igen, ők édes testvérek. Nekem első unoka testvéreim, mind a ketten édesapám testvérenek a fiai, és hát ők nagyon kis gyerekek voltak, mikor én eljöttem Magyarországról 23 évvel ezelőtt, azt hiszem. És én úgy emlékeztem rájuk, mint két kis gyerek, és még emlékszek rá, mikor Józsinak, mikor eljöttem, akkor adtam neki egy lemezt, vagy én vagy a Robi, nem emlékszek rá, de azt tudom, hogy akkor hallgattam a Pat Metheny-t először, és utána, amikor találkoztam vele személyesen, mert valahogy mindig elkerültük egymást, mert ő Bécsbe élt nagyon sokáig, tehát egy nagyon hosszú távollét után, mikor a Józsi kijött Kanadába, akkor volt lehetőségünk rá a Canada Council-ön keresztül, ez egy ilyen kanadai alapítvány, és azon keresztül kapott a Józsi lehetőséget arra csinálni triólemezt. A George Kohler, egy bőgős, akinek van egy ilyen lemez kiadó társasága, ő producerte végül is a CD-t. A Studio Number 9-ba vettük fel itt Torontóba, Józsinak a saját szerzeményei vannak rajta, és hát nagyon special, mert ő egy klasszikus gitárosnak tanult Bécsbe, ott végezte el a Zeneakadémiát, és közben neki a jazz az mindig egy ilyen nagy szívügye volt, és ő neki az, hogy klasszikus háttérből jön, egy ilyen nagyon-nagyon speciális ízt adott ennek az egésznek, hogy a zenét, amiket írt, és hát nem csak zeneileg, de hát emberileg, hát nagyon-nagyon speciális volt nekem az, hogy együtt tudtam velük játszani. Most Botos József One for Me című kompozícióját hallatják a Prelude című lemezéről, majd ezt követően Miles Davis Milestone című kompozícióját hallatják a Robi Botos Quintet előadásában.
A mai Jazz Panorama második részében a Kanadában élő kiváló dobossal, Botos Ferenccel beszélgetek. Egy kicsit a terveidről hagy kérdezzelek, hogy most itt a 2022-es évben mik a terveid, mik lesznek közel-távol jövőben izgalmas dolgok? A fő célom az az, hogy most diplomázok a Hamburg College-on, most végzem el, negyedikes vagyok ebbe az évben. Próbálom befejezni, bár így a járvány miatt, meg a lezárások miatt, amik itt voltak Kanadában, nagyon sok mindent nem lehetett csinálni, szóval voltak olyan dolgok, amit még be kell majd fejeznem, hogy személyesen tudom csak megoldani, ez olyan programok vannak. Hát ez a fő célom, hogy a sulit befejezzem, és hát utána megyek majd tovább tanulni, ha minden jól megy, akkor szeretném megcsinálni a mesterdiplomámat. Vagy a York University, vagy a University of Toronto. Amúgy koncertek, fellépések, most egy ilyen, van egy ukrán hegedűs, a Vasil Papaduk, ő egy nagyon híres ukrán hegedűművész, aki Ottawába él, és ővele megyünk most egy ilyen kanadai, majd később egy ilyen amerikai turnéra, egy ilyen fundraiser for a humanitarian aids for Ukraine. Humanitárius segítségnyújtás. Ja, ilyen humanitárius segítségnyújtás a ukrán embereknek, akik most hát sajnos ebben a helyzetben egy nagyon kiszolgáltatott helyzetbe kerültek. És vannak kilátásban, hát itt családon belül nálunk a zene, tudod, egy nagyon belsőséges dolog, és hát nagyon sokszor előfordul az, hogy testvérekkel vagy gyerekekkel muzsikálunk, már gyerekeinkkel már oda jöttek, és most a lányomat meghívták, a Botos Deborát, gitáros, meghívták Bostonba a Django in June gitárfesztiválra, ahol tanítani fog egy hetet, és lesz egy pár ilyen fellépése ott a fesztivál ideje alatt. Eddig úgy tudom, hogy Bostonban, és utána majd New Yorkban lesz egy pár fellépése, ahol majd fogok vele játszani. Ezek szerint ő ezt a Django stílust játsza? Ja, hát ez is nagyon érdekes, mert tudod, ők itt nőttek föl Kanadába, tehát, és én nem egy ilyen, vagyok egy nagy Django fan, bár tisztelem, meg nagyon szeretem a zenéjét, de tudod, hát gyerekkoromtól straight ahead jazz tanultam, meg más zenei stílusokban voltam benne, és ezért is nagyon érdekes volt nekem, hogy Deborah elkezdte ezt magától egy olyan 15-16 évesen, hát volt otthon gitár, meg hangszerek, ugye általában, mint szokás így a családon belül, és egyik nap csak azt hallottam, hogy gitározza ezt a zenét. Nem tanult, teljesen magától tanult meg gitározni. Gratulálok ezekhez a dolgokhoz, és nagyon sok sikert kívánok a sulihoz is, és a koncertekhez is. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. A mai Jazz Panorama második részében a Kanadában élő kiváló dobossal, Botos Ferenccel hallhattak beszélgetést. Most itt a műsor végén lánya, Botos Debor előadásában hallhatják Birelli Lagrem Made in France című kompozícióját. Jövő hét csütörtök este ismét várom Önöket a Jazz Panorámával, most búcsúzik Önöktől a szerkesztő, műsorvezető Halper László.